14 évvel ezelőtt a Hangszeresek Országos Szövetsége úgy gondolta, hogy itt az idő, hogy amatőröket futtassunk meg, és próbáljuk őket rávenni arra, hogy mozogjanak. És hát már talán azt hiszem Közép-Kelet-Európában a legnagyobb horderejű eseménysorozat, 1000-1100 zenekart mozgatunk meg egy évben, mindenféle műfajban, tényleg a népzenétől kezdve a heavy metalon át, az alternatív, a pop, a hip-hop, minden van, egészen elképesztő tehetségei vannak Magyarországnak. Amit a leginkább keresek bennük, az az egyediség. Tehát, hogy mit tudnak adni pluszt, amit még nem hallottam. Szoktam mondani, hogy ha kiráz a hideg, az már mindig nekem egy jel arra, hogy na ez itt most valami történt. És nem is biztos, hogy meg tudom fogalmazni, hogy mi, hogy hat rám. Haterám, eljut-e hozzám, amit szeretne mondani. Tehát mindig ezt keresem, a hatást. Most egy különleges helyzetben vagyok. A Füles-Bagoly Tehetségkutató Sorozatnak vagyok a főszervezője, és a Füles-Bagoly Tehetségkutató Sorozat az Öröm a zenéhez tartozik, lényegében állom az államban. Stresszel jár, minden rendben legyen, ide pedig eljövök, leülök nyugodtan, beleülök a kirakott cégbe, és nyugodtan meghallgatom a zenekarokat, és csak a zenére koncentrálok. A Hangszeresek Országos Szövetsége a győztes kihirdetése mellett 10 kategóriában osztott ki zenei díjakat. Többek között az év zenésze, az év felfedezettje és az év zenepedagógusa számára. Nagy örömmel fogadtam az elismerést, nagyon megtisztelő. Én jazzgitáros vagyok, meg ha úgy hozza a sors rockgitáros, nagyon kedvelem ezeket a különböző megszólalásokat. Tanárként pedig valahogy az a elképzelésem, hogy a jazzisták, a növendékek is próbáljanak meg a dolgok mögé látni. 2022-es év győztesei, tehát a Heavy Brain zenekar! Nagyon jó érzése tölt el minket, és ezt használva még jobban inkább arra leszünk, és arra fogunk törekedni, hogy még jobban csináljuk, írjuk a számoinkat, szervezzük a koncertjeinket, és folytassuk, amit elkezdtünk. Az év felfedezetje tehát a Méringer zenekar, gratulálunk még egyszer! Az a legfontosabb, hogy zenéltünk egy jót, és nagyon sok értékes zenésszel találkoztunk, és tényleg a zsűrinek a bizalmát is nagyon élvezzük, úgyhogy mindenképpen nagyon jó kis élmény volt. A Crescendo Selecta zenekarhoz került. Az Újfalusi Gábor díjat nyertük el, és fantasztikus élményeket érünk haza. Szerintem az a lényege ennek az egésznek, hogy őszintén menjünk fel a színpadra, és őszintén adjuk át azt, amit zeneileg el szeretnénk mondani, mert ez egy univerzális nyelv. Ezt még fel kell dolgoznom igazából. Nagyon büszke vagyok mindenkire, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk. A szervezők már a következő évi tehetségkutató részletein dolgoznak, és minden zenekart arra bíztatnak, hogy vegyenek részt ebben a programban, hiszen az értékes nyeremények és barátságok mellett életre szóló élményeket gyűjthetnek.